Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is november 4-én. A mai napon a Hold Amruga holdházban található, és az Orion csillagkép hatása alatt áll. Orion az egy ilyen égi vadász, és vadászik, azon kívül keres egy új utat. Ezt érezzük a mai napon. Nem csak emiatt a csillagkép miatt, hanem a hold eléri a kármikus csomót, mégpedig a felfele haladó hold csomót, Rahut. Ez egy életút, ez egy lehetőség, amit mi nem ismerünk. Vagy keresünk egy új lehetőséget, egy új utat, vagy egy kiutat. A mai napon a napi hold mozgást befolyásolja Al-Nat csillag, és szemben áll a galaktikus központtal. Ez a galaktikus központ a tejúton. Mit közöl ez a galaktikus központ a tejúton? Spirituálisan ez azt jelenti, itt vannak a vágyak, az érzelmek, a remények. És mivel a hold mozgása szemben áll, itt tükröződik valami. Ebbe az irányba kell, hogy tekintsünk. Tehát van egy kiút. Higgyünk abban, hogy azt, amit mi elterveztünk, megvalósulhat. A mai napon van három kvinkunks aspekt. Én ezt úgy szoktam elmagyarázni, képzeljétek el. Van előttetek egy inga. És én megkérdezném, mondjátok meg, melyik irányba fordul ki? A válasz, nem tudom. Fogalmam sincs. Az is lehet, hogy ki sem mozdul. Ez ma nagyon-nagyon érezhető. Van ugyanis egy ilyen kvinkunks kapcsolat a nap és Mars bolygó között. Ez inkább a férfiakra hat, ők szeretnének valamit tisztázni, de nem tudják hogyan. Vagy kellene látni a dolgokat, de minden olyan átláthatatlan. Egy ilyen kvinkunks aspektus van Vénusz bolygó és Uránusz bolygó között, ez kihat ránk hölgyekre. Itt változásokról van szó, és nem tudjuk, mi következik. Fogalmunk sincs. És van egy kvinkunks aspektus ma a Hold és Szaturnusz bolygó között. Szaturnusz bolygó mutatja korlátozásokat. Nem tudjuk, hogy mit szabad, meg mit nem szabad. De van egy jó hír is a mai napon, a hold egy trigon kapcsolatban áll Merkur bolygóval, az indiai számítás szerint a levegő elemében, itt könnyűségekről van szó, és kommunikációról. Ami a kommunikációt illeti, vagy bizonyos szerződéseket, itt most előre mennek a dolgok, és ez könnyűséggel, mert kihat a levegő eleme is. És ez volt a mai felvételem, Mizó is, november 4-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!